Titkos életek sorozatunk immár sokadik epizódjához ért. Ma újabb izgalmas részek következnek. Közreműködik Hatházi László, Vida Péter, Varga Ferenc József és Litkai Gergely. A rendszergazdák titkos élete. Egy nagyvállalat gépterme. Figyú, van még a pizzából? Megnézem Excelbe. Na, még elvileg van egy negyed körcikkedről az egérpad alatt. Azt inkább most nem. Innen a szomszéd pizzériából rendettem. Jó, ahol olyan büdöset főznek, hogy nem is kell szórólapozniuk, mi? Jó, brassói pizza, van rajta fasírt, leves, húz meg rántott kamember áfonyába. Baszta! Te, tudod, mit vettem ma észre? Na? Ha beleerőltetem a nyelvem a billentyűzetbe, a H és az U között fel tudom emelni a egészet. Király vagy, nekem meg elfér két egér a számba, nézzel? Ahó, a mi a? Nem semmi, öcsém. Na jó van, kiveheted? A pillanatban nem jön ki. Húva meg a hálát! Mi? Mit csinálj? Húva meg a hálát! Ja, húzzam meg a kábelt! Húva meg! Kijött, más itten cigány útra ment. Figyelj, a bérszámfejtésről telefonáltak, 4 órája nincs internetük. Nekünk meg nincs bérünk, bírják ki ők is 3-án. Én fél nem megyek az 5-re, utoljára 2000-ben voltam ott, amikor kiköltöztették a földszintre a kávéautomatát. Biztos megint a Cisco router szart be. Aha. Te nem utálod, hogy minden hardvernek ilyen hülye neve van? Na, de hogy nem, állandóan összeköpködöm a képernyőt, mire kimondom. Ugye? Ahelyett, hogy rendes magyar neveket adnának, miért nem lett például koppány szerver, vagy csenge hangkártya? Ja. Vagy minek kell nekik név? Miért nem elég a szám? Te a múltkor az IKEA-ba Krisztián sótartót akartak adni. Mondom, figyelj, én sótartót akarok, nem új barátot. Szar az egész, ahogy van. Ja, és még tudod, mit utálok nagyon? A smiley-kat, öcsém. Se keze, se lába, mégis röhög. Ha? Ja, képzeld, tegnap óta járok le a terembe. Azta is, milyen? Klikkelő újra gyúrok. Egy perc alatt 300-nál tartok. Úgyhogy nem veszek be semmit. És ha beveszel? Akkor nem tudom számolni. Most nézem, hogy lebarnultál. Kimentél a gépteremből? Na, nem, egy szolárium szimulátorral játszok, ha van. A kockás inged is súly. Mi van, valami csaj? Na, nem. Kibontottam a 2002-es karácsonyi ajándékot. Mert megcsináltam az összes pályát a Panzer Commander-ban. Csajok? A múltkoriról is, akivel a cseten ismerkedtem, kiderült, hogy nem is 18 éves szőke bombázó. Hanem? 52 éves vájár. De át akarja magát operáltatni. Mivé? Kőművessé. Figyelj, még az Illiver is be akart jelölni. Erre mondtam neki, hogy jelölje be ismerősnek a halál. És még mindig anyáddal laksz? Na, nem, elköltöztem. Hova? Nagyanyámhoz. Hé, érzed? Te, mi ez a fűszag? Semmi különös, csak tűz van a másodikon. Intézkedtél? Küldtem egy e-mailt a tűzoltóknak, amit cécéztem minden címzetnek házon belül. Jó, csak azért, mert ég a széked. Tényleg, kapcsold már be a webkamerát! Ha ezt föltesszük, királyok leszünk!